Palotás József Munkácsi Mihály díja szobrászművész, 1848-49-es hősi emlékműve elől köszöntöm a ProArt kulturális magazin műsor kedves nézőit. Az 1990. október 6-án a Pentelei dombon felavatott szobor Palotás József eddigi legnagyobb műalkotása. Az örökmécses, a kokárdaszökőkút és a pad ugyanúgy szerves részét képezi a szoborcsoportnak, mint az emlékmű mögött található régi temető fejfái. Együttesen megrendítő, megható emlékei a hősies múltunknak. Március 15-e az egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünk, amelyen országszerte mindenhol megemlékeznek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. A 19. századtól különböző népi és félnépi hagyományok kötődnek e jeles naphoz. Március 15-e alkalmából országszerte ünnepi rendezvényeket tartottak. Ezen a napon mindenhol felvonják a nemzeti lobogót, és az ünneplő tömeg kokárdát tűz a kabátjára, ezzel tisztelegve a szabadságharc eseményei előtt. Az 1848-49-es forradalom hazánk újkori történetének egyik meghatározó alapköve. A március 15-i forradalom célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása. Volt. A márciusi ifjak a nemzeti identitás alapját fektették le azzal, hogy a nép akaratának érvényesítéséért küzdöttek. 1848-as szabadságharcot a márciusi ifjakat ünnepeljük, és azért fontos, mert itt dőlt el, hogy végül is lesz olyan, hogy Magyarország, és nem olvadunk be a Habsburg monarchiába, de szerintem azért fontos. És előre mutató. 1848-as szabadságharcot ünnepeljük. Nagyon fontos, mert a mi történelmünk első nagy lépése volt. Azért fontos ez a magyarságnak, mivel a Habsburg uralom elnyomása alól végül is fellázadtunk, hogy a szabadságunkat végül is saját kezünkbe vegyük. Még a legfiatalabbak is pontosan tudják, hogy mit ünneplünk ezen a napon. Ekkor alkották a 12 pontot. A magyarok többsége március 15-ét tartja a nemzet legnagyobb ünnepének, hiszen, mint mondták, az 1848-49-es forradalom hősei életüket áldozták Magyarország szabadságáért és nemzetünk jövőjéért. A legfontosabb ünnep szerintem a magyarok ünnepében a Petőfi, meg a Kossuth, a szabadságharc, hát ez mindenképpen a legfontosabb ünnep. Én nekem nagyon szent ünnep ez mindig is. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke nagy jelentőséggel bír a magyarok életében. Így Dunajváros megyei jogú város önkormányzata is ünnepi műsort szervezett a 48-as emlékműnél. Még jönni fog, még jönni kell egy jobb kor, mely után buzgó imádság epede százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. A Bartók Kamara Színház színészeinek és táncművészeinek közös előadását követően Farkas Lajos, az Intertiza Múzeum igazgatója mondta el megemlékező beszédét. 167 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én vette kezdetét a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legjelentősebb fordulata. Kitört a polgári demokratikus forradalom, megindult a nemzet harca a szabadságért és a függetlenségért. Talán a honfoglalás jelentősége ekkora, amikor is őseink hazát teremtettek itt a Kárpát-medencében, 1848-49 eredményeképpen pedig Magyarország elindult a polgárosodás útján. Hiába a Habsburg győzelem, e pici nép harca útmutatásul szolgált a történelem folyamán a többi bilincseiket lerázni igyekvő népeknek. A környező népek nemzeti öntudata is éppen a magyar szabadságharcból fakadt.
Bármennyire igyekeztek és igyekeznek ma is egyesek félremagyarázni, a magyar nép küzdelme meghatározója volt Közép-Európa történelmének. Március 15-én egy szikra lobbant, melyre egész Európa felfigyelt, és a szabadságharc bukása után az öreg kontinens élete már merőben más volt, mint azelőtt. A feudalizmus bástyái ledőltek, és a polgári demokrácia vette kezdetét. Akármi is történt, 1848. március idusa után forradalmi fellángolás, hadműveleti sikerek, világos hajnal, Bach korszak, az elkezdett folyamat visszafordíthatatlanná vált. A jobbágyság megszűnt, és semmilyen reakció vissza nem hozhatta a 19. századba a középkor. Dunaújváros megyejogú város önkormányzatának nevében Cserna Gábor polgármester úr, valamint Vargáné dr. Sűrű Renáta jegyzőasszony helyezi el az emlékezés koszorúját. Az ünnepi műsor után a hagyományokhoz híven városunk vezetősége, pártjai, társadalmi szervezetei, valamint intézményei nevében koszorúkat helyeztek el a 48-as emlékműnél, ezzel is fejet hajtva a forradalom és szabadságharc hősei előtt. A megemlékezést a szózat közös eléneklésével zárták. Szemét fontos lesz, mert Jókainál esetleg az anekdotákban, vagy mondjuk a közszidember fiaiban ugyancsak fontos szerepe van a 48-as eseményeknek, és ő is, Petőfi is olyan figurák, akiknek az alkotásaik eljutnak a népkörébe. Míg a 19. században különböző népi és félnépi hagyományok is kapcsolódtak március 15-éhez. Az akkori kultúra kialakulásában ugyanis nagy szerepük volt az 1848-49-ben történteknek. Március 15-tel kapcsolatban a népi kultúrában azt kell kiemelnünk, hogy kapcsolódnak hozzá különböző népi, illetve félnépi hagyományok. Itt a félnépinél azt értem, hogy különböző közköltészeti alkotásokkal és fennmaradt adatok fogunk találkozni, ami azt jelenti, hogy ezekre a munkákra, például kalendáriumokra gondolok, vagy iskolás könyvekre, amik aztán később folklorizálódtak, vagy újságokra, ponyvákra, ezekre rányomta a bélyegét a hivatalos kultúra, és hogy megvolt ezeknek a formai közege. Amiknek az adatai aztán később a népkörében is ismerté váltak, és itt kell találkoznunk azzal, hogy nagyon gazdag a magyar dalokat tekintve a katonadaloknak a száma, a szerelmi dalok mellett ezeknek a száma a legnagyobb. És ezen belül találkozunk például honvéd dalokkal. És ezek az alkotások tájékoztatnak minket a bevonulásról, a katonai életről, a kaszárnyai életről, a férfiaknak a katonasággal való viszonyáról, és aztán, hogy miután leszerelnek és hazatérnek, mi történik velük. Vagy hogy éppen, hogy ott hagyja a kedvesét például, és beáll katonának. És ezeknél a daloknál fontos szereplő lesz például Kossuth Lajosnak az alakja. Az ő alakja egyébként is a 48-as hagyományoknál kiemelkedik, mert például a kalendáriumokban találkoznak vele, újságokban találkoznak vele, képeket, képeslapokat látnak róluk, amelyeknek az adatai és az ott között információk aztán eljutnak a népkörébe, és hatással lesz a műveltségükre. Egyrészt, amikor már az olvasás a népiskolai törvény után általánosabbá válik, vagy például a Kossuthról készült képek a lakáskultúrában megjelennek, és a 19. század során jelennek meg azok a képek, amelyek valamilyen profán képek, tehát mondjuk világi személyekről készülnek, és akkor így mondjuk Kossuth Lajos, Petőfinek a képe bekerül a lakáskultúrába, és a róluk szóló dalok, feljegyzések ugyancsak fontosak lesznek, és a különböző ponyvák, amelyek ugyancsak ilyen közköltészeti alkotások, azok aztán folklorizálódnak, és mondjuk ilyen lokális balladákban is fellelhetőek majd ennek az elemei. De az is jellemző 48 kapcsán, hogy ahol fontosabb csaták voltak, például Issaszegen. Ennek egy nagyon nagy közösségi hagyománya lesz azután, és a közösségi tudatban ápolják például az is
Erzsőszegi csatának az emlékét. Vagy általánosan Görgei az, akit hibáztatnak a szabadságharc elvesztéséért, ami persze a politikai propaganda miatt is fontos lesz. Vagy Kossuth Lajosnak az alakja. És Kossuth Lajos imája, Kossuth nóta, ami aztán ilyen fontos lesz, illetve ez több változatban is fennmarad. Például. Illetve a lakáskultúrán belül még a díszítő művészetre is rátérhetünk, mert a 48 során vagy 48 után fennmaradt hagyományok itt is érezhették hatásokat. Például a pipákon maradt fenn nagyon sok 48-as jelkép, mert a pipa pipázás az maga a pipa alkalmas volt arra, hogy egy politikai állásfoglalást is kifejezzenek, és akkor arra tettek szimbólumokat, ami később fennmaradt és fontos lesz. De 48-nak az értelmezése, értékelése 1867, tehát a kiegyezés után élénkült meg igazán, és azután vált szabaddá az erről való beszéd, illetve a szimbólumoknak az alkalmazása vagy használata. Nagyon érdekes, hogy a törököknek az értékelése is megváltozik, mert hogy sokan Törökországban emigrálnak, és ezért több újságban, kalendáriumokban a törököknek az értékelése átalakul. Vagy a katonadalokban a jobbágy felszabadítás, ami egy központi téma ugyancsak. És különbség van mondjuk a katonadalok meg a honvéddalok között, mert a honvéddalok azok mindig ilyen lelkesek, felszabadult hangvétel jellemző rájuk, vagy például a verbunkusok, a keservesek, az mind-mind ennek a 19. századi hagyománynak az eredménye, de az, hogy itt ilyen profán hősök megjelennek, mint Petőfi vagy Kossuth, ez nem új keletű, mert például Napóleonnak vagy Garibaldinak is ugyanúgy volt ilyen kultusza. Március 15-e 1990-től vált hivatalos nemzeti ünnepünké, de ezen a napon adják át például a Kossuth és a József Attila díjakat is. Rendhagyó énekórát tartott városunk több iskolájába a több mint 40 éve alapított muzsikás együttes. Az órák lényege az volt, hogy a gyerekeket közelebbről megismertessék a magyar népzene világával. Bepillantó rovatunkba most egy ilyen foglalkozást mutatunk be. Muzsikás kezdeményezése volt, személy szerint az enyém, 10 évvel ezelőtt körülbelül, hogy menjünk el iskolákba ingyen rendhagyó énekórákat tartani, hiszen csak egy énekóra van, az meg kevés. És pont az a magyar népzene marad ki, vagy marad nagyon hátrányos helyzetben, amin keresztül megérthetjük a modern, kortárs zenénket, nevezetesen Bartók Kodály és a tanítványaik zenéjét, meg az azután jövőket. Ezért elhatároztuk, hogy elmegyünk ingyen, el is mentünk éveken keresztül, míg nem egyszer csak, a szerencse úgy hozta, hogy egy koncert után egy fiatalos ember odajött hozzánk, beszélgettünk, és kérdezte erről, arról, és amikor erre került a sor, hirtelen nagyon élénké vált, adott egy névjegyet, kiderült, hogy ő volt a legnagyobb hazai olajipari vállalat vezérigazgatója. Na aztán azután már nem sok időbe telt, sikerült egy támogatási szerződést összehozni, így aztán lehetővé vált, hogy nem csak Budapesten, hanem úgy, ahogy kell, az egész országban, néha pedig a határokon túlra is el tudjuk vinni ezt a programot. Több mint 400 iskolában voltunk már, úgy kell számolni, hogy például ma itt a Dózsában lesz 800 tanulóval fogunk találkozni 2 óra alatt, egyszer 400 az egyik, másik, és utána pedig ahova megyünk tovább, ott pedig 200-200, tehát egy-egy előadáson 200-300 közötti tanuló van. Persze elmegyünk a legkisebb helyekre is, ahol összesen az egész iskola mondjuk 60 gyerekből áll.
nem csak általános iskolákba, hanem szakiskolákba, szakmunkásképzőkbe, középiskolákba, különböző gimnáziumokba is járunk boldogan. Férfi emberek szájából, eltop, való, megnyolla, ütő, ho, ho, te, ho! Ez a rosszere járjuk a szöveg. Eltop, való, megnyolla, ütő, ez három és... Fontosnak tartjuk, hogy egyrészt arról hírt adjunk, hogy vannak olyan dallamaink, amik több mint 1000 év óta kísérik a magyarságot. Hihetetlen kincs ez. És ráadásul az iskolában tanulunk is ilyeneket, Hejdunáról fúj a szél, vagy érik a szőlő, és akkor ezt itt el is énekeljük közösen. Ez nagy fegyvertény, mert nagyon sok helyen meg is mondják, hogy bizony ezek a kamaszok, általában a felső tagozat, ők nem fognak énekelni. Aztán csak énekelnek, a legvégén pedig általában közösen csújogatunk, ami egy ilyen versnek a rákiabálását a zenére ezt jelenti, hát azt nagyon-nagyon szokták szeretni. Amellett sok-sok érdekes hangszert mutatunk, talán a legkülönösebb az a gyímesi magyaroknak az ütőgardonja, mert ez csak ott van meg őnáluk. Általában nagyon hálásak, tehát egyrészt a hangszerek érdeklik őket, a hosszú kurúja, a tambura, pengetős tambura, a gyimesi tőgardon, különösen, ha olyan történeteket mond az ember hozzá. Másrészt pedig nagyon szeretik az éneklést. Először van olyan, a gyerek, alsó tagozat biztos, hogy azonnal énekel. Felső vagy a gimnáziumot már kell egy kicsit ügyeskedni, de ha elkezdenek énekelni, utána annyira hálásak, mert megérzik a közösség erejét. Hát aztán ezek után a csúlyogatás, ad már csak a korona az egészen. Sokat tanultam, mert volt olyan, amikor még azt hittem, hogy nagyon furulyák nem is léteznek az ilyen normál furulyáknál, meg még nagyon nem láttam nagy bögőt. Nagyon tetszettek az énekek, meg a hangszerek. Nem hallgatnék ilyen zenéket, de ez nagyon tetszett. És ezentúl többet fogok ilyen zenéket hallgatni. Mi tetszett a legjobban? A nagy bögő, annak a mély hangja nagyon tetszett, meg ahogy énekeltünk közösen, az nagyon jó volt. Nagyon élveztem, és új élményekkel gazdagodtam. Szerinted miért fontos, hogy zenét hallgassunk? Miért fontos a zene az emberek életében? Hát azért, mert ugye ezek régen voltak, és hogy most is azért kell, hogy jól érezzék magukat, meg mulassanak, meg ilyenek. Magam felpörögtem. Volt a Dunáról fúj a szél, az érik a szőlő, volt itt hegedű, nagybőgő. A többinek nagyon furcsa neve volt, de jól éreztem magam. Fújjál, ne magad, ne forradal el! Gyere! Amikor a zenész, ott a Somogyi pásztor muzsikált ezen a bosszúfúján, nem csak a levegőt fújta bele a hangszerbe, hanem az ének hangját is hozzátette. Belegúdolt a csőbe, miközben fújta a levegőt. No hát ettől lesz egy gyönyörű hangja a fújának, hiszen a két hang most összeadódik. Nagyon fontosnak tartom az énekzenei általános iskolák számának a növelését. Tehát dolgozom azon, hogy bizonyos tanár posztgraduális képzések legyenek, tehát
legyenek olyan tanárok, akik ezt a fajta típusú dolgot is ismerik, és az ének oktatást olyan magas szintre emelik, mint mondjuk Hajdanán volt a budapesti Loránti zenei, most Marcibányi tér nagyon jó, vagy a Kecskeméti Kodály Zoltán iskola, vagy Nyíregyháziak, szóval vannak szép számmal, de nem elegen, még mondjuk 10 ilyen iskolát lehetne sorolni. Ez egyik. A másik, hogy kísérletezem egy olyasmivel, egy közeli, ahol én lakom, egy közeli iskolában, megbeszéltem ott az igazgatónővel és az énektanárnővel, minden nap 5 percet énekelnek reggel az alsósok, mikor beérkeznek. De most ez október óta megy, tehát pár hónapja, nem lehet rájuk ismerni. Annyira felszabadulnak, hogy ez az 5 perc, ez nem kötelező, nincs osztályzás, semmi sincs. De mégis nagyon szeretik, elválasztja a külső világot, a oktatás világától. Ez tantermekben megy hétfőtől csütörtökig, pénteken pedig az egész alsó tagozat valahol az iskola folyosóján való összegyűlik. Hát azt aztán annyira szeretik, hogy nagyon. Daloló iskolák, ezt is szeretném, hogyha sok iskola átvenné. Az központi az ember számára, érdemes arra gondolni, hogy ahol csak emberi közösség van, mindnek van nyelve, amin kommunikál, mindegynek van valami hite, amivel elhelyezi saját magát a kozmoszban, és mindenhol van zene, mindenhol, kivétel nélkül, a törzsitől, a pásztorokon át, a felhőkarcolókig, csak különböző mód. Úgy tűnik, hogy az emberi elme számára meghatározó jelentőségű a zene, mert ilyenkor egy picit megnövekszik a két félteke közötti információ csere. És ettől olyan gondolatok jönnek, annyira könnyedén tudjuk használni a memóriát, és a fantázia is felszabadul, hogy sokkal gyorsabban fogunk föl dolgokat, sokkal több mindent el tudunk tenni. Tehát az oktatásnak is fontos része. Hát hol lehet a lelke? Belül úgy van, hát persze belül. Képzeljétek el, egy ilyen pici, kicsi fahenger. Nálunk úgy van ez a muzsikás rendhagyó énekóra, hogy a honlapunkon, a muzsikás honlapon, ott van egy ilyen, hogy iskolák, vagy oktatás, vagy rendhagyó énekóra, talán többféle is, Facebookon. És akkor az iskolák maguk jelentkeznek, de lehet néha csak egy szülő ír, hogy láttam valahol, mi ez. És az én e-mailemre jön be, tehát én rögtön válaszolok, hogy ez micsoda, küldök egy leírást, és hogyha az igazgató gondolja, hogy az iskolának hasznos, és meg tudja azt csinálni, hogy egy órát az erre áldoz, hogy az egész iskola ott van, vagy a fele, akkor megegyezünk, és amikor sor kerül rájuk, akkor előtte írok, megbeszéljük és jövünk. Portré rovatunkat Földes László hobó bemutatásával folytatjuk. A 70 éves zenész, előadó művész a Vén gazember áriája című jubileumi műsorával járja az országot. Így városunkba is ellátogatott. A blues az egy nagyon őszinte és nagyon nehéz műfaj, egyszerű, letisztult zene, amihez egyéniség kell. Az idős néger játékosok írni, olvasni se tudtak, volt például Muddy Waters, aki nem tudott írni, mégis hát olyan műveket hozott létre, és úgy játszott, hogy hiába énekelt vagy gitározott, valaki sokkal jobban mégse tudta azt elérni, amit ő. Tehát a blues egy olyan dolog, amely levet magáról minden manírt,
és ezért ez nagyon nehéz. Nehéz elérni, hogy valakitől hitelesen elfogadják ezt. Azt hiszik, hogy ez valamilyen bajnokság, hogy kinek milyen jó hangja van, meg mekkora kanári, meg ilyesmi, és hát ezért meg is riadnak ettől, mert hát mulatságos, amikor elkezdenek kukorékolni egy bluesban minden értelem nélkül. Ez nem a hangról szól, hanem az emberről, és az nagyon nehéz. Ez sok minden kell, alázat, és rettenetes mennyiségű munka, hogy valaki ki tudja magát ebben a dologba fejezni. Az egyszerűsége mellett ugyanis azt hiszik, hogy ez mind magától megy. Éjjel-nappal írok, vagy játszom. Évi 150 előadást játszom. Ez azt jelenti, hogy van közönség. Az, hogy ők milyenek, azt nem tudom, mert én bárkinek játszom, aki eljön, és nem veszek célba vele senkit. Nekem az a dolgom, hogy amit kaptam, azt adjam át bárkinek, aki erre kíváncsi. Tehát már majdnem 50 éve csinálom. Hát én nem csak zenész vagyok, hanem sok minden mást is csinálok. És úgy látom, hogy van egyfajta közönség, amelyik évtizedeken kívül kitart, és vannak mindig újabb és újabb nemzedékekből kevesen, akik csatlakoznak hozzájuk. Ezért nem fogyott el a közönség. És neki semmit sem jelent, hogy 200 ezer a fagyhalába, 600 ezer a füstbe ment. Köszönjük kívánok! Köszönjük kívánok! Színházba menne? Megnézne egy jó kiállítást, esetleg egy minőségi koncertre vágyik? Következő adásunkig városunk számos kikapcsolódási lehetőséget kínál a szórakozni vágyóknak. Kérem, tekintsék meg programajánlónkat! Városunk továbbra is számos lehetőséget biztosít a kulturális kikapcsolódásra. A filmkedvelőknek például Szabó Nél új filmjét, az Életmentés című misztikus, romantikus vígjátékot tudjuk ajánlani. Az alkotás ugyanis majdnem két héten át várja a 12 évnél idősebb nézőket a Dózsa Mozi Centrum kamaratermében. Sokan jelezték, hogy a filmet meg szeretnék nézni moziban, de sajnos a bemutatóra nem tudtak eljönni. Ezért úgy egyeztünk meg a mozival, hogy akkor most két hétig a kamarateremben játszani fogják a filmet, ezért mindenki, aki el szeretett volna jönni, vagy aki esetleg most hall róla először, szeretettel várjuk. Tervbe van véve, hogy én is pár alkalommal beülök, mert ezt a filmet közönségnek szántam, és nincs annál jobb visszajelzés, mint amikor ülök a moziban, és hallom a közönség reakcióit, meg úgy gondolom, hogy ha valakinek valami tetszett, vagy nem tetszett, vagy kérdés lenne a filmmel kapcsolatban, és esetleg engem ott meglát, akkor én örülnék neki, ha oda jönne, mert a tervem az, hogy a későbbiekben is csináljak filmet, jobb filmet, és szerintem ennél jobb visszajelzés nem is kell, mint hogy a közönség reakciója. A mozival úgy egyeztünk meg, hogy mindenki kedvezményes diákjeggyel tekintheti meg a filmet. Most március 19-től csütörtöktől március 31-ig. Csütörtök, péntek, szombat 17 órától, és vasárnaptól szerdáig pedig 19 órától látható a film a kamarateremben. Az elkövetkezendő hét azonban a színház kedvelőknek is legalább ennyire kedvez. 21-től több alkalommal is várják a gyermekeket és felnőtteket egyaránt. A Dzsungel könyve című két részes zenés játék előadásra. 23-án filharmonikus hangversenyre invitálják az általános iskolásokat, 24-én a Vádli Társulás, a Füge Produkció és a Szkéné Társulat mutatja be az Első Erzsébet című darabot, 25-én pedig Radnóti Miklós életéből láthat töredékeket a közönség az Orpheus nyomában című előadásnak köszönhetően. Jó szórakozást kívánunk! Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Következő adásunkba többek között a Hamupipőkével és a Szigorúan ellenőrzött vonatok című előadással, valamint portré rovatunkban Szálinger Balázzsal várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Két
készült a médiatanács támogatásával.